Anavi Ádám, történelmi lábmosás, robbanások, rakéták, aknák, sehogy se hagytak engem békén. Lesuntam fűzfák árnyékában, a szent folyó forrásvidékén. És ott volt ő is, s hogy beszéd közben az idő ne teljék hiába, egy kövön ülve mostunk lábat a Jordán mellékforrásában. S a mester szólt, hűsít a víz, az ösvény hallgat, tán nem zargatnak itt a csendben. Nagyon nehéz olyannak lenni, milyennek ők képzelnek engem. Szavamat szájról szájra adják, mondják, üdvözít, mint az éden, pedig ajkukon csiszolódik, úgy fényesül képes beszédem. Ha igém perlekedők várják, nincs kibúvó, se mentő korlát. Kétfelől sarokba szorítva születnek meg a parabolák. A nép kérdez, szorít a császár, e téves szó, s a város lázad. Akkor száll ajkamra a nagy kegy, a mindenkit békítő példázat. Betegek jönnek hozzám, szóljak, érintsem őket gyógyítólag, s mert hisznek bennem, vagyok sokszor nem bot, de hit csinált a doktor. Ha most a pusztában eltűnnék, vagy a városban kivégeznek, az Isten se állhat eléblük, hogy megtegyenek prófétának, vagy újistennek. Elhallgatott a mester, hosszan időben messze nézett hátra, s a pesdítő forrás vizében gondolt egy másik lábmosásra, mikor lábát egy asszony szőkevörös hajában megtörölte, és fáradt volt. Az emberek közt három napja és három este szemére húzott köpenyében Mária Magdolnát kereste.